Kazettás lőszereket is küld az Egyesült Államok Ukrajnának a legújabb 800 millió dolláros katonai segélycsomag keretében. Joe Biden amerikai elnök azzal indokolta a döntést, hogy az ukránok kifogytak a lőszerekből. Az orosz külügyminisztérium szerint az Egyesült Államok célja, hogy az utolsó ukránik harcoljanak egy elhúzódó konfliktusban. 2008-ban 107 állam fogadta el a kazettás fegyverek tilalmáról szóló nemzetközi egyezményt, ehhez az Egyesült Államok azonban nem csatlakozott. Eközben Volodymyr Zelenszkij személyesen ment el azért az 5 parancsnokért, akik Mariupol védelme közben estek hadifogságba. A parancsnokok egy tavalyi fogolycsere során kerültek Törökországba. A török hatóságok nem közölték, hogy most miért engedték haza az ukrán katonákat, ugyanis az eredeti egyezmény szerint csak a háború véget érése után engedhették volna őket szabadon. És akkor, ahogy már többször mondtuk a mai adás során, ma reggel a háborús rovatunk elemzője Krekó Péter, a Political Capital kutatási igazgatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Reggelt. És hát ugye az egyik fő témánk az a Vilniuszi NATO csúcs, és két megközelítés van, nyilván az ukrán az egyik, miszerint garanciát szeretne Zelenszkij kapni arra, hogy mi hamarabb Ukrajna elindulhat a NATO tagság felé vezető úton konkrétumokkal, és hát a többiek, ugye most Amerika is erős jelzést tett arra, hogy amíg ez a háború zajlik Oroszországgal, addig nem. Röviden ez a két véglet van? Vagy van itt valami köztes kompromisszumos út is? Hát annyiban van más álláspont is, hogy vannak, akik nem nagyon szorgalmazzák Ukrajna NATO tagságát a hosszabb időspektrumon sem. Sehogy se. Sehogy se, és Magyarország álláspontja például ez. Egyelőre egyébként 20 tagállama van a NATO-nak a 31-ből, amely kifejezte azt, hogy szeretné azt, hogy Ukrajna tagja legyen a katonai szövetségnek, de itt azért nagyon eltérő megközelítések vannak, ahogy el is hangzott, tehát hogy onnan kiindulva, hogy legyen a NATO tagja most Ukrajna, amit azért tegyük hozzá, hogy leginkább véleményformálók szoktak megfogalmazni, és nem mondjuk miniszterelnökök és állami vezetők, onnantól, hogy ha befejeződik a háború, és rendeződtek a vitás területi kérdések Oroszország és Ukrajna között, és azért tegyük hozzá, hogy ez két nagyon erős ha, tehát hogy még nagyon nem tartunk ott, akkor megkezdődhetnek a komoly tárgyalások Ukrajna tagságáról, és ahogy el is hangzott a bevezetőben is, itt azért az Egyesült Államok és például Németország, tehát nagyon fajsúlyos szereplői, mondjuk a katonai szövetségnek azért közel sem a nagyon hirtelen, meggondolatlan megoldások hívei, amit természetesen meg is lehet érteni, azt lássuk, hogy az ötös cikke értelmében, hogyha egy tagállamát a NATO-nak támadás éri külső szereplő részéről, akkor az összes többi tagállam a védelmére kell, és ha most ebben a pillanatban Ukrajna tagjává válna a NATO-nak, az azt jelenteni, hogy a következő puskalövés, ami eldördül orosz katonák részéről az ukrán katonák irányába, az már az agresszió részéről, illetve a puszta jelenléte az orosz katonáknak ukrán földön, és mozgásba kéne lendülnie az összes tagállam hadseregének, és azért tegyük hozzá, hogy ez nem lenne szerintem egy nagyon népszerű lépés. A NATO tagállamok lakosságainak a többsége minden országban, minden NATO tagállamban inkább annak a híve, hogy a NATO ne váljon közvetlenül részesévé a konfliktusnak. Érdekes, hogy Volodymyr Zelenszkij ugyanazt mondja, mint Orbán Viktor, hogy Joe Biden 5 perc alatt véget vethetne ennek az egész háborúnak. Csak a következtetések mások, amiket Zelenszkij levon ebből a... Hát ez egy prekoncepció, ha jól sejtem, ugye? Mert nem biztos, hogy valójában ez a helyzet, csak ő így érzi. Az természetesen igaz, hogy ha... Nem. Tessék. Bocsánat. Nem igaz. Azt kérdezte a szerkesztő. Hát Orbán Viktor azt mondta, hogy Trump is 5 perc alatt véget vethetne, csak ugye a másik mondás a magyar kormány részéről az, hogy igazából ennek a helyzetnek a kulcsa Amerika kezében van, és amikor Magyarország azt mondja, hogy Amerika kezében van, akkor nyilván a fennálló adminisztrációra gondol. Igen, hát nyilván azt szerintem senki nem kérdőjelezi meg a világon, hogy az Egyesült Államoknak komoly szerepe van a világ geopolitikai történésének az irányításában, beleértve ugyebár Ukrajnát is ebbe. És hát én ugyebár azt azért tegyük hozzá, hogy egy új tag felvételéről
tényleg minden tagállamnak döntenie kell a NATO-ban. És mind ahogy ezt most látjuk Svédország esetében is, tegyük hozzá egy másik kiemelt témája egyébként a mostani Vilniuszi NATO csúcsnak, azt láthatjuk, hogy ezért egy vagy két tagállam blokkolhatja ezt a folyamatot. Tehát, hogy ennyiben az egy leegyszerűsítő retorika, hogyha Amerika döntene arról most, hogy mondjuk váljon a NATO részévé Ukrajna, akkor azzal lezárulna a háború, mert a többi tagállamnak is erre igent kell mondania. De én azért ezt érteni vélem, és tegyük hozzá, hogy van azért ez a nagyon leegyszerűsítő retorika, ami itt a nézőknek sem lehet ismeretlen, hogy igen, a NATO oldalán ott vannak a háborús uszítók, stb., akik az eszkalációban érdekeltek. Ugyebár minden olyan döntést eddig, ami az igazi eszkaláció irányába mehetett volna, például légtérzár Ukrajna felett, ami azt jelenthette volna, hogy akkor onnantól kezdve, hogyha tovább bombázzák orosz gépek Ukrajnát, ami megtörtént volna, akkor a NATO részessévé vált, vagy még tagállam részessévé válhat a konfliktusnak, és akkor a NATO is maga. Szóval ezeket következetesen elkerülték a döntéshozók, és itt szerintem, hogyha reálisan gondolkozunk a NATO tagságáról Ukrajnának, akkor igazából erre csak akkor kerülhet sor, hogyha ez a konfliktus valamilyen módon nyugvó pontra jut, és hogyha Ukrajna és Oroszország között valamiféle konszenzus szerűség körvonalazódik a területi kérdéseket illetően. Tegyük hozzá, hogy mivel ez a helyzet egyértelmű Oroszország számára is, ezért Oroszország mindenben érdekelt, csak éppen nem abban, hogy ezek a kétértelműségek megszűnjenek, és pont ez egyébként az ilyen befagyott konfliktusoknak a funkciója, hogy ez a seben, sekin, nem tudjuk, hogy hova tartozik, stb. Ugyebár a NATO ezeket a fajta helyzeteket nem nagyon tolerálja, és van már ezek a csodorosztat. Feldobnék két témát, igen, amit majd a reklám után megbeszélhetnénk, hogy más megítélés alá esik-e a török és a magyar blokkolás a svéd NATO tagság kapcsán, illetve beszéljünk majd a legfrissebb orosz dezinformációs trükkökről, hibrid hadviselésről is, de akkor mindez csak a reklám után, tartsanak velünk. A mondat második fele úgy hangzik Volodymyr Zelenszkijtől, hogyha arról beszélünk, hogy úgy zárjuk le a konfliktust, hogy Ukrajna lemond területekről, Biden akár 5 perc alatt is véget vethetne a háborúnak. Ukrajna számára ez a kimenetel természetesen elfogadhatatlan lenne, nem elégszenek meg semmivel, csak a teljes győzelemmel. Jó, ezt a második felét így le is választhatjuk, de a magyar kormány valószínűleg egyébként erről a második feléről nem beszél, ugye? Amikor azt mondja amerikai felelősség. Olyan in medias res kezdés volt ez, azért elmondjuk, hogy Krekó Péterrel beszélgetünk még mindig a jó, de háborús a technikai recessziónál lehet, hogy izgalmasabb, nem? Kinek a pap, kinek a papné. Oké, rendben van. Hát az biztos, hogyha megvizsgáljuk egy kicsit a mondatnak a jelentését és valóságtartalmát, az egészen egyértelműnek tűnik, hogy az ukrán közvélemény ma egyébként jóval kevésbé fogékony mindenféle olyan üzenetre, ami arról szól, hogy Ukrajna szabaduljon meg a területei részéről, akár a Krímtől is, és ennek az árán kössön valamilyen békét. Úgyhogy ennek a lehetőségei, én úgy érzem, hogy az erre való igény egyébként a nyugati közvéleményben, talán a döntéshozói közegben is, mintha erősödne, de... Hát kevésbé lennének háborúpártiak ez szerint a... Hát kevésbé, inkább örülnének annak, hogyha valamilyen kompromisszum árán gyorsabban lezárásra kerülne a konfliktus. De az ukrán lakosság jóval kevésbé örülne ennek, és tegyük hozzá, hogy ezen a ponton is érdemes felülvizsgálni az ilyen leegyszerűsítő gondolatokat, hogy itt csak Amerika és Oroszország konfliktusáról van szó, mintha ebbe Ukrajna nem játszana szerepet. Én azt gondolom egyébként, hogyha valóban az Egyesült Államok és Oroszország konfliktusáról lenne szó, akkor tényleg, ahogy Zelenszkij elnök is elmondta, ilyen áron lehet, hogy könnyebb lenne békét kötni. Nyilván az amerikai döntéshozóknak és közvéleménynek egyébként valamivel kevésbé fájna az, hogyha Ukrajna a területe egy részétől megszabadulna, mint egyébként az ukrán lakosságnak, de mivel Volodymyr Zelenszkij Ukrajna elnöke, ezért alapvetően ezt a közvéleményt követi, és különösen
amióta a civil lakosság elleni hát tömeges atrocitások, vagy fogalmazunk meg, népirtás megkezdődött, azóta egyre kevésbé kompromisszumkész egyébként ebben a kérdésben. Az, hogy az ukrán lakossághoz képest a nyugati vezetők véleménye ebben egy picit változik, hogy le kéne zárni ezt a háborút, bizonyos áldozatok, akár területi áldozatok árán is, az minek köszönhető? Mert nagyon elhúzódik, mert nagyon költséges mindenkinek, vagy, és akkor itt ugye említettem az orosz dezinformációs hatást, akár az is benne lehet. Milyen tényezők befolyásolják ezt? Hát leginkább az, hogy ahogy mondtad is, hogy nagyon elhúzódik, és hogy nagyon költséges. És azzal együtt, hogy én azt gondolom, hogy a nyugat eddig... Nyilván ezen a ponton még nem hirdethetünk győztest ebbe a háborúba, de eddig a dolgok jelenlegi állása szerint sokkal inkább győztes ebben a konfliktusban, hiszen azt a felet támogatta, amelyik meglepetésszerű sikereket tudott elérni a katonai fronton, de zajlik tovább a háború, és nyilván van egy nagyon komoly hát forrásegyenlőtlenség mondjuk az emberi, a bevethető emberek mennyiségében a két oldalon. És a közvéleményben pedig azt figyeljük meg, hogy bár továbbra is támogatottsága van a szankcióknak, mondjuk az EU közvéleménynek a többségét nézzük, illetve egyébként az Ukrajnának adandó pénzügyi forrásokban még valamennyire a katonai támogatások terén is, de ez erodálódik, ez a támogatás. Hogyha ez a háború elhúzódik még nem tudom 2-3 évig, akkor már nagyon-nagyon kevesen fogják azt támogatni szerintem Nyugat-Európában, hogy annak az árán, hogy más területekről értsd egészségügy, oktatás, stb. Nyugat-európai országok akár forrásokat vonjanak el, ezt átcsoportosítsák Ukrajnának, és ezen a áron folytatódjon a háború. Tehát, hogy szerintem ebből a szempontból azért növekedik az idői nyomás a nyugati döntéshozókon is, és ebből a szempontból Oroszországnak, mivel ugyebár nem egy demokratikus ország, és nem kell a közvélemény tendenciáira figyelemmel venni, illetve az orosz katonai vezetés azért könnyebben tudja a közvéleményt befolyásolni, mint mondjuk a nyugati politikusok. Könnyebb dolga van. Mielőtt átmegyünk a NATO csatlakozás kérdéskörére Svédország szempontjából, ez a gyors kérdés, hogy azt a magyar vélekedést, ami a riposzt szerint a magyar közvéleményben van, hogy elég volt Ukrajna támogatásából financiálisan, azt osztják-e a nyugati országok közvéleménykutatásaiban az emberek? Az általam ismert közvéleménykutatásokban is itt a igazán többféle kutatás van, az Euróbarométerben azt mondom, kicsit túl optimista szerintem, de hogyha más Ipsos kutatásokat nézünk, vagy Pew kutatásokat, akkor is azért azt látjuk, hogy ha pénzügyi támogatásról van szó, ha a szankciók támogatásáról van szó, akkor még elég egyértelmű, hogy az Európai Uniót egy démoszként nézzük, tehát az európai közvéleményt egybe rakjuk, hogy van mögötte egy többségi támogatás. Hogyha a fegyverszállításokról van szó, akkor már egyre kevésbé és egyre kevesebb tagállamban van meg ez a döntés, de tegyük hozzá, hogy egyébként tényleg az önmagában nagyon nagy dolog, hogy több mint egy évvel a háború kezdete óta, már gyakorlatilag másfél évvel a háború kezdete óta olyan országokban, mint mondjuk Németország, amelyek hagyományosan azért nem voltak hát héják Oroszországgal szemben, van egy többségi támogatás a szankciókkal szemben. Tehát, hogy lassabban erodálódik ez a támogatás, mint sokan gondoltak, és szerintem itt a műsorban is beszéltünk már arról, hogy ha visszaemlékszünk arra, hogy tél előtt az volt az elvárás, hogy a tél, a magas energiaszámlák, stb. Az összes támogatást hát felzabálják majd Ukrajnával szemben, ez igazából eddig nem történt meg. Na ugye feldobtuk még ezt a svéd NATO csatlakozás kérdéskörét egyrészt azzal, hogy Törökország és Magyarország nem bólintott egyenlőre rá, és hogy mennyiben más a török fenntartás kezelése és a magyar fenntartások kezelése az európai közvéleményben, illetve a NATO-ban, és most Vilniusban lehet a fordulat. Az biztos, hogy Vilniusban lesznek nagyon magas szintű tárgyalások. Egyrészt a NATO vezetői és Törökország között, másrészt ismételten a svéd vezetés és a török vezetés között. Én azt gondolom, anélkül, hogy nagyon részleteiben tisztában lennék azzal, hogy az a török
és svéd tárgyalások mögötti rejtett dimenziók mit lehetnének, de hogy Törökországnak valószínűleg vannak azon túlmutató céljai is, mint amelyeket nyíltan megfogalmaz, mondjuk a kurd kisebbségek kapcsán, vagy éppen a korán égetések kapcsán, és hogyha vannak ilyen rejtett szándékai, akkor valószínűleg azokkal kapcsolatban a legkomolyabb tárgyalási előrelépést pont egy ilyen csúcson lehet elérni, ahol az összes vezető ott van, ahol meg lehet tárgyalni a legkényesebb kérdéseket is. Mik ezek a kényes kérdések? Szerintem itt fegyverszállításokról, fegyvervásárlásokról, hosszabb távú garanciákról, de lehet, hogy olyan kérdésekről is szó van, amelyek nem közvetlenül katonai természetűek. Ezért mondom, hogy nem szeretnék ezekről spekulálni, mert ezeknek egy részét szerintem valóban nem tudjuk, vagy legalábbis én nem, biztos nem tudom. Úgyhogy, de én azért arra számítok, hogy egy egyértelmű képünk lesz arról, hogy Törökország támogatja-e svéd, és milyen idő intervallumon Svédország NATO csatlakozását. Én azt hiszem, hogy ez csak időkérdése is, és ami nem tudom, hogy magyar szempontból jó-e vagy sem, de hogy amit figyelek a nemzetközi híreket olvasva, hogy mindenki csak Törökországra figyel. Magyarországra külön szinte senki. Ami azt is jelenti, hogy az a retorika, amit a magyar kormány átvitt, hogy mi azt követjük, amit Törökország csinál, ez olyan sikeresen ment, hogy Magyarországot itt kevésbé tekintik tényezőnek ezen a téren. Ez abból a szempontból jó, hogy nem Magyarország viszi el a balhét, abból a szempontból talán kevésbé jó, hogy itt volt talán egy olyan kimondatlan cél is, hogy Magyarországra figyeljenek ennek a konfliktusnak a kapcsán, és ez a figyelem, ez mintha elapadni látszana. Behoznám itt Kövér Lászlót, mert ő beszél erről, hogy nem kell várniuk arra, hogy a törökök rábólincsanak a svéd NATO csatlakozásra. Eddig ugye kellett, vagy legalábbis ez volt az érzésünk, hogy emiatt késlekedik a magyar döntés, nem? Hát igen, annak tükrében, hogy maga a külügyminiszter, és ha jól emlékszem, Gulyás Gergely is elismerte, hogy itt azért tárgyalások zajlanak a törökökkel ebben a kérdésben, és ha visszagondolunk, ugyebár a finn csatlakozás abban a pillanatban, ahogy egyértelművé vált, hogy Finnország csatlakozását támogatja Törökország, abban a pillanatban döntött erről a magyar parlament. Én azért azt gondolom, hogy itt alapvetően a török-svéd tárgyalásokon múlik a magyar álláspont. Köszönjük szépen! Én köszönöm a lehetőséget!